megmutatta. Ettől kezdve, most, hogy ti megmondtátok neki, és ennek a másolatát megmutattátok, nem teheti meg, mert szemtanúk vannak arra, hogy ez a dokumentum az ő tudomására lett hozva. Ettől kezdve tök mindegy, hogy elolvassa vagy nem. Én értelek, Béla, csak itt most abban a helyzetben vagyunk, hogyha megindulnak. Állj meg! Abban a helyzetben vagyunk, ha megindulnak. Mi nem tudtunk most úgy időben fölkészülni, hogy fizikailag is megakadályozunk ezt a kilakoltatást. Hát de hogyha megindul, akkor valamit csinálnunk kell, hát azért vagyunk, nem? Itt áll mellettem, hallja, amit mondasz. Nem, szó nem lehet róla. Szó nem lehet róla. De ő meg anélkül nem védheti a végrehajtót. Értsünk szó. Várjál, mert elindult a vita. Hol a határozat? Hol a határozat? Nem, hol a határozat? Bent megmutatom. Nem, itt mutassa meg, nem bent, itt. Hol a határozat? Nem tudok szétszenni semmit. Hol a határozat? Zárja le. Hol a határozat? Mutassa meg a határozat. Nem működünk így. Hol a határozat? A határozat azt csinálom, amit akar, ha nincs, akkor nem. Bemutatom. Nem, itt a hatóság részéről. Én nem kell bemutatni. De ha önnek nincs határozat, akkor nem támogathatja az ön működését. Nem. Igen? Várjál! Itt vagy? Itt vagy? Na, most azt mondja a hatóság, ő nem akarja megnézni a határozatot, biztosítani akarja a végrehajtó bejutását az ingatlanba. Hát most ez hogy működik? Itt állunk az ajtó előtt egyelőre, túlerővel szembe. Igen, és akkor most mi mit tegyünk? Álljanak félre az adomban. Na, nem, magára hallgatok én. Hát így gondolj, hát eljárásra teljesen biztos vagyok szerintem. Ezzel kezdve, hogy nem tudtam bemutatni, azt a... Mutassa be a végrehajtó iratot, aminek alapján végrehajt. Nem bent kint! Ha én már magát beengedem a birtokba, akkor én vagyok egy buzi. Mutassa be itt kint! Önnek semmi köze hozzá. De igenis van hozzá közöm. Az eljárásban való jogosultságát nem igazolta. Semmi maga más? Igazolta a jogosultságát? Igazolta a jogosultságát? Az minket nem. Önök kellett nem maga kundorfundorf valahonnan mutasson egy iratot, aminek alapján végrehajthat. Álljon fél az utol. Ha nem, megkérem a rendőrséget, hogy verje magát bilincsbe, és vigye be a fogdába, és majd ott kitisztázunk, hogy van-e joga vagy nincs. Oké? Álljon már meg a menet, jó ember! Egy végrehajtó nem viselkedhet így. Ez az egész országnak az egész baja, hogy a végrehajtók így viselkednek. Nem tudja biztosítani jogilag. És akkor befejezem az eljárást. Nem tudja biztosítani jogilag, hogy maga bejusson. Mondjad! A végrehajtási ez egy magán ingatlan, itt nem történik bűncselekmény, itt csak jogi rendezések vannak. És amíg ez nem tisztázati, ez a két megfelelően is Nem bent, kint. Ezt a maszkegér játékot befejeztük. Uram, a hülyék a túloldalon vannak. Balog vagyok, a nevem végén nincs H betű. Ha igazolta, hogy joga van... Nem, szó nem lehet róla. Uram, ön nem nyúlhat hozzám. Jó, köszönöm.
Nem kell. Háromszor is felszólítás. Vedd el a telefonomat. Béla! Itt van. Itt a telefonom. Itt a kezembe. Igen? És ő szólított? Hát megmáll a kezembe. Háromszor tudtuk uram. Háromszor felszólított uram. Mi a háromszor? Háromszor felszólított uram. Jó, uram. Hozzálak a táskámat irataimat. Hol a telefon? Marikánál. Szóljál a Bélának, hogy most foglyosították. Bélának szóljál, hogy most foglyosították. Jó. Várjál, az nem az én telefon. Az Albert, jadod az Albertnak a telefonjára? Kocskocsot, hagyd kérdem már el. Maradj már a tegyet. Megvan a telefon az Albert, jadod az Albertnak. Ez nem az enyém. Ez nem az én telefonom. Mi az ügyel maga? A telefonját kérem az Albert. Ki maga? Adj ide a személyigazolványát most. Ott van a személyigazolványom. Adj ide most a személyigazolványát. Ott van az asztalon. Mati, Tomi, gyertek ide! Hová viszik az Albert? Adj ide a személyigazolványát most. Az asztalon van, uram. Oké. Okay. Jó.